táj az annyira szép, ugye nyárfához és akácfához szokott vízparti táj, ehhez szokott a szemünk, és hát itt pedig ez a fenyőerdő, ez valami fantasztikusan szép. Azért azt tudnunk kell, hogy ez a fenyves tó, amit itt hallottam a helyi horgászoktól, 5-15 méter átlagmélységű, és ott pontosan velem szemben, ahol van ott egy ilyen kis írtás rész, ott több mint 30 méter mély. Ugye ez egy klasszikus bánya vidék volt, és így művelet során betört ide a karsztvíz, és ahogy hallottam, kemény fél órája volt itt az itt dolgozóknak, hogy elhagyják a helyszínt, úgyhogy itt bizony vannak azért nagyon komoly akadós helyek, gépek, a teherautók is vannak a mélyben, tehát itt azért a fenekezőknek majd nagyon meg kell gondolni, hogy hogy is, mint is. És egyébként a víz az él, lehet hallani nagyobb testű halaknak is az ugrását, kisebbek is, ott is a nád előtt, oda is dobtam be egy pár gombócot, ott is volt hal fordulás, gyönyörűen lehetett látni, ahogy mozgolódott. Tessék, itt van éppen, ott előttünk, ott a pontosan ott oda etettem. Tehát érdemes etetni, mert megtalálják mindenképpen, és hát nagyon kell figyelni, mert a halak azok vadak, éhesek, és érdemes jó csalit feltenni nekik a horogra. Egy órán belül már a másodikat sikerül kifogni, és hát ez az agresszív fárasztás, hát ez mindennek a továbbja. 18-as főzsinór, 16-os előke, 12-es horog, vékony húsú horog, és hát egyből elhúzza, bum, és már csavarja ki a botot az ember kezéből. Mese ország egyszerűen. Elgondolkoztam horgászat közben, nem lepődnék meg, hogyha innen az egyik fa mögül grizzly medve lép neki, mint ha Kanadában horgászna az ember. Csodálatos ez. És itt Magyarországon, Veszprémtől nem messze a Verga ZRT kezelésében, a Fenyves tavon vagyunk. Fenyves tónak vannak ilyen gyönyörű halai, ilyen csodálatos szép pisztrángjai.